Köszöntök mindenkit! 2020-ban megjelent cikkünket szeretném bemutatni. Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, melyek azok a preoperatív vizsgálható faktorok, amelyek még pozitív aspirációs nyirokcsomó citológiai eredmény esetén is alkalmasak az enyhe axillális státusz előrejelzésére, tehát az ABD-t nem kell elvégezni. Az emlődaganat a légzőszervi daganatok után a második leggyakoribb daganattípus. Az európai tagországban az első, hazánkban a második, viszont a nőknél az első helyen áll. Egyre növekvő tendenciát mutat, jelenleg körülbelül 9000 új esetet diagnosztizálnak évente. Az emlődaganatok esetén a sebészi kezelés jelenleg is meghatározó. Már Imhotep idején ismerték, hogy az emlőtumor eltávolítása hatásos a kezelésben. Igazi áttörést a 19. század vége jelentette, amikor is Hallstatt publikálta az 1970-es évekig elfogadott, részben átalakított radikális masztektómiát. Az emlő megtartó műtétek bevezetése az 1970-es években Bernard Fischer és munkatársai nevéhez fűződik. Majd az 1990-es évek elején az emlőtumorok sebészetében ismételten nagy előrelépést jelentett a szentinel nyirokcsomó biopszia bevezetése, melyet az akkor elfogadott emlőtumorok terjedési elméletei is alátámasztottak. Hallstatt és Fischer lokoregionális, illetve szisztémás elmélete után jelenleg a Hellman-féle elméletet elfogadott, miszerint a daganat először lokálisan jelentkezik, majd a környéki nyirokcsomók érintésével regionális, végül a távoli szervekbe szórodva szisztémás betegség lesz belőle. A szentinel nyirokcsomó biopszia elsősorban a hónai érintettségről ad információt, valamint lokális tumorkontrollt biztosít. A szentinel nyirokcsomó bevezetése Armando Elario Giuliano amerikai sebész nevéhez kötődik, majd 1993-ban David Craig bevezette az izotópjelöléses módszert, majd John Albertini alkalmazta először együtt a két technikát, ezzel is növelve a szentinel nyirokcsomó megtalálásának esélyét. A 2010-es években megjelenő kutatások, ajánlások tovább csökkentették az axilláris blokkdisszekciók indikációját, már izolált tumorsejtek és mikrometasztázisok esetén sem volt indokolt az axilláris blokkdisszekciók elvégzése. A 2011-ben szintén Giuliano által publikált Z11-es tanulmány már maximum két makrometasztázis tartalmazó axilláris nyirokcsomó jelenlét esetén sem tartotta indokoltnak az axilláris blokkdisszekció elvégzését, amennyiben az alábbi kritériumok teljesültek. Az Amarosz vizsgálat már masztektómián átesett betegek esetén sem ajánlja az ABD-t, amennyiben maximum két áttétes nyirokcsomó igazolódik. Több tanulmány foglalkozott a neoadjuváns kezelést követő szentinel nyirokcsomó biopszia, rebiopszia kérdésével, tovább csökkentve az ABD-k számát. Megjelent a nyirokcsomók fémklippel való jelölése, Targeted Axillary Dissection, melyel tovább nőtt a szentinel nyirokcsomó biopszia szenzitivitása, neoadjuváns kezelést követően is. Összefoglalva, tehát a jelenlegi ajánlások alapján az alábbi esetekben az axillális blokkdisszekció elhagyható, amennyiben nincs áttét az őrszemnyirokcsomókban, vagy izolált tumorsejteket, vagy mikrometasztázisokat tartalmazó nyirokcsomóban jelen, vagy maximum 1-2 áttétes makrometasztázis tartalmazó szentinel nyirokcsomó biopszia igazolódik, a beteg megfelel az E11-es vizsgálat beválasztási követelményeinek. Célunk volt, hogy ne csak az axilláris áttét jelenlétét, de súlyosságát is meg tudjuk jósolni, a preoperatív ultrahangvizsgálat és a klinikopatológiai faktorok közötti összefüggések alapján, hogy eldönthessük, vajon szükséges-e axilláris blokkdisszekciót végeznünk. Az általunk vizsgált 11 éves időintervallumban 2671 malignus emlőtumor miatt operált eset adatait elemeztük, ahol a preoperatív komplex emlővizsgálat eredményei is rendelkezésre álltak. Az alábbi már ismert kritériumoknak megfelelően történt a metasztázis gyanús nyirokcsomók diagnosztizálása. A 2671 esetből 260 alkalommal igazolt az ultrahangvizsgálat a metasztázis gyanús nyirokcsomót, melyből 190 esetben történt aspirációs citológiai mintavétel. Ezekben az esetekben axilláris blokkdisszekció is történt. Az eltávolított átlagos nyirokcsomószám 13,49 volt. A 190 esetből 131 alkalommal nem történt, míg 59 esetben történt neoadjuváns kezelés. Majd két-két csoportot hoztunk létre. Az egyik a TNM klasszifikáció szerint N01, max. 3, míg N2-3, 4 vagy több metasztatikus nyirokcsomóval rendelkező, míg a másik egy saját felosztás szerint részben a Z11-es vizsgálat alapján
Z1, MAX2 és egy Z2 három vagy több áttétes nyirokcsomóval rendelkező esetet tartalmazó csoport lett. Mindkét csoportban az alábbi klinikopatológiai eredményeket vetettük össze, ezek a szövettani, immunhisztokémiai státusz, tumor elhelyezkedés, pre- és posztoperatív tumorméret, kóros nyirokcsomó méret és szám, axilláris nyirokcsomó citológia, valamint a neoadjuváns kezelés volt. Majd kíváncsiak voltunk, mely preoperatív vizsgálati eredmények alapján jósolható meg, hogy az axillában maximum 2 vagy 3 áttétes nyirokcsomó van csak jelen. A neoadjuváns kezelésben nem részesülő betegek esetén a nemzetközi eredményekkel ellentétben sem preoperatív ultrahangvizsgálattal igazolt tumorméret, sem a preoperatív nyirokcsomóméret nem mutatott összefüggést az enyhe vagy az súlyos axilláris nyirokcsomó státusszal. A szövettani eredmények és az immunhisztokémiai eredmények sem mutattak összefüggést, majd az elemzést az Z1-es Z2-es csoportokban is lefuttattuk, itt sem találtunk a preoperatívan vizsgált faktorok között összefüggést. Ezt követően elvégeztük a statisztikai elemzést a neoadjuváns kezelésen átesett betegek esetén is. Ezek alapján a preoperatív ultrahangvizsgálat által igazolt daganat, illetve nyirokcsomóméret és az enyhe, illetve a súlyos axilláris státusz között is igazoltunk összefüggést. A preoperatív ultrahangvizsgálat által igazolt 20 mm vagy annál kisebb daganatok és a 15 mm vagy annál kisebb metasztatikusnak véleményezett axilláris nyirokcsomót tartalmazó esetek nagy valószínűséggel enyhe axilláris státusszal járnak együtt, tehát maximum 3 áttétes nyirokcsomót tartalmaznak. Tripla negatív emlőtumorok esetén ez csak a preoperatív tumorméret esetén igazolódott. Többi klinikopatológiai faktorral itt sem találtunk összefüggést. De a neoadjuváns kezelésen átesett betegeknél a maximum 2 áttétes nyirokcsomó előfordulásának valószínűség igen magas, amennyiben a tumor mérete az ultrahangvizsgálat alapján kisebb vagy egyenlő, mint 20 mm. Az ultrahang által igazolt tumor mérete, amennyiben kisebb vagy egyenlő, mint 20 mm, és a metasztatikusnak véleményezett nyirokcsomó méret kisebb vagy egyenlő, mint 15 mm, együttes jelenléte esetén is magas az esélye az enyhe axilláris státusznak. Más klinikopatológiai jellemző nem mutatott összefüggést az axilla végleges nyirokcsomó státuszával. Majd logisztikus regresszió segítségével megvizsgáljátok, hogy vajon mely változók prediktívek az axilláris státuszt illetően. Sikerült igazolnunk, hogy a tumor nagysága jósolja be legjobban az enyhe axilláris státusz jelenlétét. Tehát elmondható, hogy a neoadjuváns kezelésben nem részesülő betegek esetén az enyhe axilláris nyirokcsomó státusz preoperatív vizsgálatok segítségével nem lehet biztonsággal megítélni, míg neoadjuváns kezelésen átesett páciensek nyirokcsomó státusza a preoperatív ultrahangvizsgálat eredményei alapján nagy valószínűséggel megjósolható. Amennyiben a betegek neoadjuváns kezelésben is részesülnek, akkor a preoperatív daganatméret mellett a preoperatív nyirokcsomóméret alapján is nagyobb eséllyel megjósolható, hogy a betegség enyhe axilláris státuszú-e, tehát az axilláris blokkdiszekció elhagyható. Ezek alapján elmondható, hogy a neoadjuváns kezelés esetén a pozitívnak véleményezett nyirokcsomó jelölése, például a fémklippel, majd a műtét során az érintett nyirokcsomó eltávolítása, majd az adjuváns célzott radioterápia és szoros utánkövetés megfelelő kezelést jelenthet a páciens számára. Köszönöm a figyelmet!